Március 20-án, kedden reggel, mindenki láthatta az előző esti székházostrom nyomait. Kisebb, nagyobb embercsoportok, inkább a magyarok bámészkodtak megdöbbenten a látványtól. A gyárakban kérem a magyar nyelvű dolgozók jól vannak zúdulva, és velünk együtt a román kollégák is. Szégyellik, akik itt nőttek fel vásárhelye, hogy akik jöttek ezelőtt 5 éve, 6 éve, hogy vásárhelye nem tudták, hogy ezelőtt mi volt vásárhelye, hogy ki volt írva mind a két nyelven. Kenyér is, bőinnél kenyér. Minden üzletre ki volt írva, de nekik nem tetszett ez, és a Tudornegyedben már péntek óta megkezdődött ez a cirkusz. Néhány száz ember gyűlt össze, majd lementek a főtérre, a megyeházához, felháborodva az előző napi események miatt. Már a reggeli óráktól kezdve az egész város magyarsága kezdett összegyűlni a megyeháza előtti téren, hogy számon kérje az előző napon történteket, Sütő András megverését és Kincses Előd erőszakos lemondatását. A megyeháza előtt egy spontán tüntetés alakult ki. Sokan megkérdőjelezték a tüntetés spontán jellegét. A Vátra Romnyászka szerint az RMDS felbújtására gyűltek össze a magyarok. Adriano Vidio Mocio szenátor szerint a magyarok szándékosan dramatizálták Sütő András egészségi állapotát, így úszítva a tömeget a visszavágásra. Szerinte a magyarok már reggel felfegyverkezve, csapatokba szervezve előzöllötték a főteret, megfenyegették a megyei tanács vezetőségét, román ellenes, államellenes, irredenta és revizionista jelszavakat kiabáltak. Johann Zsudea a könyvében azt írja, hogy az RMDS nagyon jól kihasználta a 19-én este lezajlott eseményeket, és 20-án szégyentelenül hazudva belevonta az összes magyart az aljas szövevényébe, az irredenta magyarosítási tervébe. A John Munzátú jelentés szerint az RMDS által rádióban közzétett sztrájk felhívására gyűltek össze a magyarok a főtéren. A Helsinki Watch jelentés elismerte a tüntetés spontán jellegét. A gyárakból, az iskolákból, egyetemekről özönlöttek a magyarok a főtérre. Mindenki elszánt volt és igazságot akart. Közben a kórházban megjelent az ügyészség, és elkezdődött a sebesültek kihallgatása. Kérem, beindult a bűnügyi vizsgálat a tegnapi eseményekkel kapcsolatosan. Ugyebár, hogy törvény van arra, hogy aki a különböző pártoknak, szervezeteknek a székhelyét megtámadja, ott törzsúz, különböző testi sértéseket, vagy pedig rongálást okoz, ez bűncselekményt képez. Sajnos ez nálunk megtörtént, hivatalból delegál vagyok a megyeügyészség részéről, hogy kihallgassam itt a Maros megyei kórházban bennfekvő sérülteket. Érdemben jó fejlesztve, rögzöm povesztést, hogy szántam pláton dátad a 19. mártő, amilyen 19. Nu mai am avut curajul să ieșim afară. Când am văzut că începe să spargă ușa, adică poarta. Primul grup de manifestanți sau cel care a venit pe la orele 17:30, 18:00. 17:30, cam așa, fiindcă poarta s-a spart cu secure. De ce ne-am mirat foarte mult era că era un ofițer de miliție în fața porții și totuși s-a lăsat ca să se spargă cu securia baricada. Az RMDS székház előtt egyre többen gyűltek össze. Itt vannak mellettem a kenyérgyár képviselők. Leállnak a kenyérgyártással egészen addig, amíg a város vezetőség... Most 8:30 van, március 20-án reggel 8:30-kor próbáljuk megszervezni a válságstábot, hiszen nagyon nehéz nap következik. Néhány 10 percünk volt arra, hogy eldöntsük azt, hogy gyakorlatilag
bár szenvedtünk amiatt, hogy a székházat szétverték, hogy a magyarokat meggyalázták, mégis úgy tekintettük, hogy lényegében nyert ügyünk van, hiszen bebizonyítatott, hogy a magyarság veszélyben van Erdélyben, és a világnak tudtára adhatjuk, hogy micsoda atrocitást követtek el a marosvásárhelyi magyarság. Az emberek felháborodtak, nem értették, mi történik. Ha az életben, mikor volt a nagy revolúció, akkor miért nem verekedtek össze az emberek? A Marosvásárhelyi Rádió magyar nyelvű adása percről percre követte az eseményeket. Mi minden olyan hirdetést, nyílt levelet, körlevelet, felszólítást, nyilatkozatot, amely valamilyen fontosabbnak látszó és hitelesnek látszó testülettől érkezett, minden ilyen dokumentumot mi információként a nagy közönség elé tártunk. Mivel úgy gondoltuk, hogy nem lenne szabad ütközési felületet adni a továbbiakban, hiszen akkor gyakorlatilag elveszítjük azt az erkölcsi előnyt, amiben voltunk, ezért úgy döntöttünk, hogy Szepesi László és Borbély László lemegy a megyeházára, ott próbál intézkedni. Én pedig egy szöveget fogalmaztam, azt mindhárman elolvastuk, és azzal a szöveggel lóhalálába lementem a rádióba, ahol úgy 3-9 tájban ezt a szöveget beolvastam. Ennek az volt a lényege, hogy mindenki maradjon otthon, az emberek maradjanak a munkahelyükön, nem szabad gyülekezni, mert félő, hogy összetűzésre kerül sor. Marosvásárhelyen összeült a Maros megyei Nemzeti Egység ideiglenes tanácsa, hogy megtárgyalja a március 15-től 20-áig lezajlott marosvásárhelyi eseményeket, de kölcsönös vádaskodások miatt a gyűlés holtpontra jutott. 9 óra körül már legalább 10 000 magyar gyűlt össze a megyeháza elé. A felháborodott magyarság számon akarta kérni a város polgári és rendfenntartó román vezetőitől az előző napi atrocitásokat, a városba behozott emberek randalírozását, illetve az RMDS székház elleni támadást. Mindenki látta, hogy a hatóságok keze is benne volt mindebben, hiszen nekik kellett volna biztosítani a székház védelmét. Ez alatt Sütő András Bukarestben a központi katonai kórházban volt. Egy hajnali katonai repülőgép szállította oda. Reggel Verestúi Attila is megérkezett Bukarestbe, és egyenesen az elnöki irodába ment. Ahogy megérkeztünk reggel 7 óra után valamivel, az irodának az előszobájába Zsúdia tábornok állt, aki azt hitte, hogy megelőzött minket, és a maga szempontja szerint teszi meg a jelentést. Ezért történt az, hogy a 20-án az első jelentés, ami rámutatott arra, hogy itt kialakult egy olyan veszélyes helyzet, amikor a magyarokat sérelem érte, a székházat feldúlták, Sütőnek a szemét kiverték, akkor még a legelső közlemény nem az magyarokat ítélte el, hanem konstatálta az eseményeket. Ez szerintem az egyik fék volt annak a már akkor elképzelt folyamatnak, az áradatnak az útjába, amelyik a polgárháborúhoz vezethetett volna. Délelőtt Király Károly Ion Iliescuval meglátogatta Sütő Andrást. Iliescu megígérte Sütő András feleségének, hogy példásan megbüntetik a neves író bántalmazóit. A Marosvásárhelyi Rádió magyar nyelvű adásában 9:30 körül beolvasták a Maros megyei RMDS nyilatkozatát is, amiben felkérik a főtéren összegyűlt tömeget, hogy ne válaszoljanak semmiféle provokációra, megköszönik Ion Iliescu hétfő esti televíziós állásfoglalását, kérik a 19-i események gyors kivizsgálását. Mindaddig, amíg a kivizsgálás tart,
az RMDS tagokat és szimpatizánsokat általános ülősztrájkra hívják fel. A Münzeltu jelentés állítása, miszerint az RMDS rádióban közzétett sztrájk felhívására gyűltek volna a magyarok a főtérre, két ok miatt is hamis. Az egyik az, hogy 3:49-kor otthon maradásra hívta fel az RMDS a magyarokat, a másik pedig az, hogy a sztrájk felhívás 9:30-kor hangzott el, de reggel 9-kor a tér már tele volt magyarokkal. A megye vezetősége tárgyalóasztalhoz ült a magyar tüntetők képviselőivel. A tüntetők kérték az elemi emberi jogok biztosítását. Szkriecsú tábornok azt válaszolta, hogy még nincsenek meg erre az alkotmányos törvények, csak a választások után kezdenek majd törvényeket alkotni. Az RMDS székházban is inkább a tanácstalanság uralkodott. Azt a helyzet jelölt, ami nekünk van, ha most eltarjuk végünk, a helyzet jelölt. 11 óra tájban telefonértesítést kaptunk egy felsőmarosmenti református parókiáról, hogy ismét gyülekeznek a román polgártársaink. Ezért megkértük az egyik legjobb barátunkat, hogy kocsival menjen el azon az útvonalon fölfele, nézze meg, hogy valóban igaz-e, amit a telefonértesítés állít. Így ő úgy 12 és 41 között talán érkezett vissza, akkor bizonyította, hogy csak ugyan valóságot állítottak azok, akik telefonáltak. Na, attól, hogy beszéltük azt, hogy a Vátrát tőlünk legalább 10 ember, hogy érkezett. Most a Vátrát... Valamelyik vállalat vállalja el. Nehogy a Vátrát székház, hogy valaki oda menj és összedő, mert végül. Ez valamelyik vállalat... A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szervezet, a MADISZ, körbeállta és védte a Vátra-Romanyászkő főtéren levő székhelyét. Mit csináltok ti itt? Állítólag védjük a Vátrát. Csak állítólag? Csak állítólag, védjük is. Nem úgy, mint ahogy védték a tegnap a miénket, sajnos. És mi ellen? Ki ellen véditek? Úgy romai magyar ellen, provokátorok ellen. Hát igen, a provokátorok ellen védjük, mert megtörténhet olyasmi, hogy a románok betörnek és ránk fogadják nyugodtan. És a tér másik felében milyen gyülekezés folyik? Hallottuk csak, hogy összegyűlt egy román csoport a tegnapi jelszavakat, magyar ellenes jelszavakat kiáltanak, de nem tudom, hogy egyelőre mi van. A románok a főtér felső végében az Ábrahám Jánku szobornál gyülekeztek. Venimentelek erre a futlok lászegyú uniuni magyare demokrata ni Romania. Acolo a fost cineva? Erau maghiari și urcați în podul clădirii și nu au tras scara, nu se putea urca la dânsii, au tras sus în pod și de acolo ne amenințau foarte... Oamenii s-au agitat foarte tare din cauza că au găsit niște cărți, au ce primul rând au dat cu pietre și cu vorbe. Din pod au aruncat cu pietre? Da, din pod. Și noi toți eram cu mâinile goale. Securea bâtele de unde au? Care? Alea au venit ulterior. Au venit ulterior, secur și... Ulterior, după. A dat cineva cu securea? N-a dat nimeni cu securea, nimeni. Deci toată demonstrația care a pornit ieri a fost pe motivul grevei studenților maghiari de la IMF. Și ei au invocat că îi fac greu pentru că nu pot face cursul în limba maghiară, ce e contrar ce există la IMF, pentru că ei au, de când e IMF-ul pot să facă cursul în limba maghiară, nu? Dar ei vor separat IMF în limba maghiară. M-au ajuns o suspiciune în cadrul populației române, pentru că în mentalitatea maghiarilor au încolțit ideea Ardealului și asta nu mai poate să o scoată foarte greu să iasă din ideea românilor. Și asta există. Chiar credeți că maghiarii vor Ardealul? Ei pe față nu zic. Nu zic ascund. Dar după modul cum se manifestă în anumite puncte există. În ultimul timp tot mai e pe față să pune problema asta, adică problema Ardealului. Tot felul de lozini, se scot drapele ungurești peste tot. Nu, nu ne convine să se arboreze drapelul lor în țara noastră. S-a sărbătorit Ziua Națională a Ungurilor. De ce s-a sărbătorit mai la monument? Hai că și ei au luptat în Revoluție, dar suntem în România încă, nu? În 1848, când a fost Revoluția, cu ce au beneficiat românii în urma Revoluției atunci?
că a fost alipit Ardealul Ungariei? Eliberarea Iobăgiei. Aia o formă numai de eliberare a fost. Vă zic că populația care a trăit aici, probabil că nu cunoașteți, dar românii care au trăit de viacuri aici știu în ce condiții au trăit sub dominația Imperiului și a ungurilor. Că nu au voie nici să râdă pe stradă, să știți. Consiliul Provizoriu de Uniune Națională Mureș condamnă manifestările violente din ultimele zile din municipiul Târgu Mureș. A gyűlés után a megyeháza erkélyéről felolvasták a Nemzeti Egység Ideiglenes Maros megyei tanácsának közleményét. Schimbarea din funcție sau revocarea tuturor persoanelor care s-au dovedit incompetente în cadrul acestui consiliu. Numele! Közlemény! A Maros megyei ideiglenes Nemzeti Egység tanácsa elítéli a Marosvásárhelyi municipiumban az utóbbi napokban lezajlott erőszakos eseményeket, amelyek március 16-án reggel kezdődtek, és március 19-én délután, illetve este értik el a tetőpontjukat. Eme nem kívánatos események következtében több személy, többek között Sütő András, a legnagyobb élő magyar írót, az RMDS elnökét, súlyosan bántalmazták, szétzúzták egyes politikai pártok, elsősorban az RMDS székházat. Igazságügyi szervek megkezdték a tettesek kézrekerítését és az ügy kivizsgálását, eme nem kívánatos események okainak feltárását. Kérem, én a közleményt olvasom csak meg. Megyénk politikai és társadalmi életének egyik fordulópontjához érkeztünk. Felhívjuk önöket, hogy legyenek türelmesek, és tanúsítsunk mértékletességet. Kérjük, hogy bízzanak az ideiglenes Nemzeti Egységtanács ama képességében, hogy megoldja megyénk összes társadalmi, politikai és kulturális kérdéseit. A közleményt a tanács magyar és román tagjai is aláírták. Szó sincs tehát arról, hogy a magyarok elfoglalták volna a megyeházát, mint ahogyan ezt a Münzátú jelentés írja, illetve Rádu Csontja, a Vatra Rumnyaszke elnöke, és Pasile Czyrö őrnagy, a Vatra Rumnyaszke titkára, mindketten a Nemzeti Egység Maros megyei tanácsának tagjai állították, majd utólag a román média terjesztette. Hiszen ott Ion Skriecsu által elnökölt gyűlések zajlottak, jegyzőkönyvekkel és záróokmányokkal, a románok szabadon szólók voltak az erkélyről. Ekkor határozták el a gyűlésen azt is, hogy kincses elődöt visszahelyezik alelnöki tisztségébe. Általános országos sztrájkja hívja fel az RMDS minden tagját, valamint a szándéknyilatkozatban megfogalmazottakkal szimpatizáló szervezeteket és állampolgárokat. Tüntetésünk néma ülősztrájk a munkahelyeken március 22-én délelőtt 8 és 9 óra között. Ugyanaznap délután 15 órától az országos RMDS akcióra hívjuk fel minden egyes megyei szervezetet, amelynek során ünnepélyesen mondjuk ki testületi csatlakozásunkat a március 11-i temesvári nyilatkozathoz, valamint a decemberi forradalom nemes szellemét őrző elvi elv állásfoglaláshoz. Követeléseink. Minden olyan helyiségben, ahol a nemzeti kisebbség arányszáma 10% fölött van, két vagy három nyelvű feliratok jelenjenek meg március 29-ig,
utca nevek, intézmények nevei, széltáblák. A középiskolai oktatás biztosítása a nemzetiségek szám aránya szerint. A Bolyai Egyetem Kolozsváron és Marosvásárhelyen, mint önálló nemzetiségi intézmény visszaállítása autonóm jogaiba 1990. március 29-éig. Ezek a követelések a Románia által aláírt nemzetközi szerződésekből, Helsinki konferencia, Bécsi utókonferencia, az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata automatikusan következik. Mint ilyenek, semmi nemű kapcsolatban nem hozhatok a jelenlegi kormány ideiglenes jellegével. Ezen jogokat a román többségi lakosság e pillanatban is élvezi. Követeléseink nem teljesítése esetén kérjük az RMDS országos vezetőségét, hirdessen országos általános sztrájkot! Se petrec în orașul nostru lucruri reprobabile. S-au făcut... Se fac... A tömeg nem akarta meghallgatni a román szónokokat. Az emberek kérték a székház támadás tetteseinek a felelősségre vonását. Csendet kérjük szépen! Facem cercetări, încă de azt noapte și-am găsit o parte din vinovați. Csendet! Ei vor fi judecați public! Numele! Csendet! Vor fi judecați public! Vor fi pedepsiți exemplar pentru devastarea sediului partidelor și al Uniunii Democrate Maghiare. Az emberek már nem bíztak sem a megye első emberében, sem a helyi hatóságokban. Aseară am fost și am scos personal de acolo persoanele care fuseseră blocate în clădire. A megyeháza előtt délre összegyűlt 15 000 magyar követelte, hogy Ion Iliescu ideiglenes elnök és Király Károly, a megyei egységtanács elnöke azonnal jöjjenek Marosvásárhelyre, hogy nézzék meg, mit tettek a románok 19-én az RMDS székháznál, és tegyenek igazságot. Krécsi tábornok biztosította a tüntetőket, hogy a demonstráció provokációk nélkül fog befejeződni. A 19-i vásárhelyi események, Sütő András megverése, az RMDS székház feldúlása, Kincses lemondatása több erdélyi városban felháborította az embereket. Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön székelyudvarhelyen az emberek kimentek az utcára. Kincses Előd előző este székelyudvarhelyre utazott, ugyanis másnap bírósági tárgyalása volt. 20-án reggel, amikor felébredek, kopognak az ajtómon, és két úr belép, az egyik ismerősöm, azzal, hogy hallották, hogy itten vagyok,
udvarhelyen, és össze vannak gyűlve a munkások a csavargyár udvarán, és be akarnak menni vásárhelyre, és én menjek és beszéljek velük. Szemtanú voltam, és szenvedő alany. Kincses előtt két gyárban és a város főterén tartott beszédet. Az úgynevezett spontán tüntetés meg volt szervezve. A főszervező Zsúdea Joán ezredes, a közismert nacionalista, aki nagyon-nagyon sok bajt okozott Marosvásárhelynek. Az volt a forgatókönyv, hogy ha így provokálják a magyarságot, azért nem léptek egész biztos közben este 8:30-ig, abban bíztak, kijönnek a magyar munkások az utcára, lesz román-magyar bunyó áldozatok, és megvan az oka arra, hogy katonai hatalom átvétel történjen. Mi meg kell őrizzük a nyugalmunkat, nem szabad bedőljünk a provokációnak, a provokációknak. Az erőszaktól mi nem várhatunk demokráciát és egyenjogúságot, ez csak a stabilitás hozhatja el. Hogyha Marosvásárhelyen tárgyal Jon Iliescu és Király Károly, ez egy rendkívül biztató jel, ez azt jelenti, hogy vége a halogató politikának, amelyik olyan sokat ártott a két nép viszonyának. Kincsesnek sikerült elérnie, hogy a felizgatott, felbőszült tömeg ne utazzon be Marosvásárhelyre. Király Károly pedig Sepsiszentgyörgyöt jött beszéltele arról, hogy Marosvásárhelyre jöjjenek. Marosvásárhelyen déltájt a magyar tüntetésre párhuzamosan szép lassan megjelent egy másik tüntetés, a románokért. A tömeg a Tudor negyed felől érkezett a főtérre, a Grand Szálló és az Alsó Ortodox Katedrális között állapodott meg. A Vatra Romaniasque jelszavait kiabálták. Nem tudni miért jöttek oda, csupán az látszott, hogy a magyar tüntetést próbálják megzavarni. A Nemzetvédelmi Minisztérium utólag írt egy jegyzéket, amelyben arról számolt be, mit tett ezen a napon a marosvásárhelyi katonai parancsnokság. Egy jegyzék szerint 12 óra 28 perckor tiszti csoportokat szerveztek és küldtek el a marosvölgyi és görgémvölgyi román falvakba, hogy felvilágosítsák az ott lakókat arról, hogy bejövetelük Marosvásárhelyre alkalmatlan. Hogy mit tettek ott a valóságban, arra a délutáni eseményekből lehet következtetni, illetve az ottani falusiak mondják el. Venjük a masina, csinál van? A masina még a masina, kunyesti dom gyila armata, pohányi gyalára pélyi. És az vajdi minye, sügyi minye, gondja vasta szállt, és az nem stíszke se intergum úrás. No, hát az vámini gata, ne dúsi, stíj kum az vámini. Szavodit, hát úgy kevrán, hogy okú belül, hogy se liceu, se sényi, religiónus. Nu știați exact. Păi dar să vedem că de-aia matul, să vedem că ce e acolo. O tras, suna sirena, o tras clopotile, că-i bai în Târgu Mureș. Păi noi de-aici știu să știm că și-i bai. Oamenii de-aia s-au dus. E bai în Târgu Mureș, vai de capul nostru că vin ungurii pe noi. Mutnak akkor már a megyeházát körbevette a katonaság és a rendőrség, se kisebben nem engedtek senkit. Egy levelet fogalmaztunk Skrécsú tábornoknak, amelyben felhívtuk a figyelmét a várható fejleményekre. Ezt a levelet Kászoni Tibor, aki akkor a posta vezérigazgató helyettese volt, vitte be és adta át személyesen Skrécsú tábornoknak. Békesség nektek! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma reggel, 8 óra előtt fent voltam a megyénél, és beadtam Fülöp Dénes református lelkész nevében is együtt, beadtunk a megyéhez egy nyilatkozatot, amelyben kijelentjük, tekintettel a 19. eseményekre a megyei tanács gyűlésein addig nem veszünk részt aktívan, amíg a bizonytalanság tart. És
Az egyházak is elítélték a 19-én történteket, a védtelen nők és férfiak megtámadását. Senki sem sejtette, hogy még mi következik aznap délután. Sút, ikla, spit és az Iléfé magyar dolgozói nevében a Marosvásárhelyi kenyérgyár magyar dolgozói ma reggeltől sztrájkot hirdettek. Különféle szakmai és civil szervezetek is felháborodásukat fejezték ki a hétfő esti székház támadással kapcsolatosan, egyesek sztrájkba kezdtek. A felszólalók bűnvádi eljárás elindítását kérték a 19-i események megszervezői és végrehajtói ellen. Kérték továbbá a Vatra-Rovinyászka szervezet törvényen kívül helyezését, ugyanis úgy gondolták, hogy a 19-i események egyértelműen bizonyítják a Vatra-Rovinyászka fasiszta mi voltát. A tüntető magyarságot pedig felszólították, hogy őrizze meg méltóságát, ne válaszoljon semmilyen provokációra és erőszakra. A contribuito a organizzare a sideruraria evenimente lor organizzazia Vatra Românească. Fapt pentru care cerem punere în afara legii acestei organizații. Impasă! 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 Luni, manifestanții aduși de Ibănez Hodac au fost escortați de mașinile poliției și de mașina armată. Cu ce scop au fost aduse? Cum se explică faptul că polițiștii, inclusiv un maior de circulație, se aflau în mijlocul mulțimii ca spectatori, uitându-i la devastarea clădirii și la baterea reprezentanților Uniunii Democrația Maghiarilor din România? Tiltakozunk a nemzeti uszítás ellen, és elvetünk minden pogrom cselekvést és mindazt, ami... A magyarok szervezett formában terjesztették előköveteléseiket. Az RMDS is, és más magyar szervezetek is az RKR-n olvasták fel azokat. A fél egykor benyújtott RMDS levél, amely a Görgény-völgyi veszélyre hívta fel a figyelmet, nem járt sikerrel. Semmilyen válasz erre a levélre nem érkezett, ezért fél kettő, három, négy, kettő táján ismét elküldtük majdnem azonos szöveggel a levelet, amelyben már igazoltuk pontos adatokkal, hogy körülbelül hány autó közeleg Marosvásárhely fele megrakva felső-maros menti román polgártársainkkal. Semmilyen választ nem kaptunk erre sem. Világos volt. A helyzet kezd egyre veszélyesebb lenni. Kétyő tábornok, figyelmét felhívtuk bizonyos leselkedő veszedelmekre, amelyek város különböző irányából előfordulhatnak, szerveződhetnek és szerveződnek is. Követeljük továbbá, miután bemegyek újra, követeljük, hogy vezényelje ki a katonaságot. Elkezdődtek a telefonálások Iliescu elnökhöz, Stankulescu nemzetvédelmi miniszterhez. Az RMDS írásban értesítette Jóns Kriécsút arról a helyzetről, hogy felfegyverzett falusiak készülődnek bejönni Vásárhelyre. Tüntetők, férfiak, nők, gyerekek és öregek helyben maradtak, mert úgy gondolták, nincs más esélyük, csak megvárni az országos csúcsvezetést. Președintele țării ne roagă să păstrăm calmul și liniștea, vine la noi în 2-3 zile. Suleca!
közben kora délutánra a román tömeg felbízzadt 3000-re. A helyzet egyre feszítébbé vált, a román tömeg egyre növekedett és egyre agresszívabb lett. Ez volt az első agresszív felhívás a román oldalon, ugyanis ahhoz, hogy elérjenek Ábrahám Jánkó lovasszobrához, át kellett, hogy hatoljanak a magyar tömegen. Nagyon kérem, a szélen lévő, a kör külső részében elhelyezkedő tömegeket, hogy feltétlenül erősebb férfiak vegyenek részt a külső körökben, és tovább is követeljük Kriecsó urat, hogy tegyen eleget végre a követeléseinknek, nem úgy, mint tegnap este, hogy meg akartak minket ott baltával ölni, fel akartak gyújtani. Az egyre növekvő feszült hangulatban a magyar tüntetők továbbra is várták Iliescu-t. A feszültség növekedését felismerte a vezetőség is, és próbálták csitítani ennek okozóit, a románokat. Românii care au venit în piața, acolo, în zona hotelului Grand, să se retragă imediat de acolo. Dacă sunt de la Vatra, să se retragă de acolo imediat. Da. A megyei tanács végre intézkedett a rendfenntartás érdekében, ám a helyzet súlyosságát alábecsülte a Gheorghe Gambra vezette rendőrség. Kiérkezett 50 rendőr, és egy egysoros kordont alkottak. A Helsinki Watch jelentés nevetségesnek tartotta a rendőrség állintézkedését, hiszen a rendőrök fel sem voltak szerelve védelmi eszközökkel. A román ifjúsági szervezetek is próbáltak cselekedni, amit ezt másnap elmondták. Közben a magyarok sürgetésére Ioan Scriecsu telefonált Gheorghe Gambrának és Konstantin Kozsokháru tábornoknak, a Maros megyei katonai parancsnoknak, hogy zárják le a városba vezető utakat. 14:30 körül a rendőrség főnöke biztosította a megyei tanácsot, a téren összegyűlt magyarok és románok vezetőit, hogy a rendőrség lezárta a városba bevezető utakat és a Görgény völgyét is, hogy onnan ne tudjanak kijönni a román falusiak. Ugyanezt tette a katonaság is. A Nemzetvédelmi Minisztérium jegyzékében az áll, hogy 14:59-től lezárták a városba vezető utat Szászrégen felől. Erről jöhettek a román falusiak, illetve Segesvár felől, errefelé magyar falvak vannak. Konstantin Kozsokháru tábornok beszámolójában pedig az áll, hogy 15:30-kor 4 harckocsival zárta le a Vásárhelyre vezető utat Szászrégen irányából. Nagy Ernye a Szászrégent Marosvásárhellyel összekötő főúton van. Itt is tudomást szereztek a közeledő görgényvölgyi autókról. Az akkori minőségemben, mint a Nemzeti Megmentési Front elnöke, értesítettem a katonaságot, a rendőrséget, és fölhívtam a figyelmét, hogy
milyen eseményekre számíthatunk az információk, amelyek beszűrődtek, és amelyeknek birtokában voltam. De senkit nem érdekelt, nem, semmilyen intézkedést, segítséget nem küldtek a helyszínre. És nem is ígértek? Igen, sem nem ígértek. Marosvásárhelyen a téren levő emberek között is elterjedt a hír, hogy a görgényvölgyi románok megint készülnek bejönni, ugyancsak buszokkal és teherkocsikkal. Látván, hogy a rendőrség és a katonaság gyakorlatilag nem tesz semmit, maguk próbálták elzárni a térre vezető utcákat. Közben az RMDS vezetőségének egy része rejtek helyre távozott. Vaca felkötre vátra! Dacă este vátra, și de toți românii care vor să facă acum, știu eu, o escadare de forță, să se retragă acasă. Deocamdată s-a demonstrat frumos, nu s-a spart nimica. Și nu avem nevoie să ne apărați dumneavoastră cu forța. Vă rugăm foarte mult acest lucru, pentru că sunt copiii voștri. Borbé László, az RMDS megyei bizottságának titkára, felolvasta a szövetség közleményét, amelyben felkérték a lakosságot, hogy tartózkodjanak az egyéni kezdeményezésektől. A Cuvântul Liber helyi román napilapot és a központi Szabad Román Televízió tette felelőssé a súlyos helyzet kialakulásáért, mivel folyamatosan félretájékoztatták a közvéleményt és szították a magyar ellenes hangulatot. Nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy azokon mellékutcákon, amelyek itt bemennek mindkét oldalon, állják el a férfiak az utat, hogy onnan kisebb erőt nehogy be tudjanak hatolni az épületben. Ca așa cum noi ne-am înțeles în sediul fostului UTC trei organizații de tineret, române și maghiare, așa vrem să ne înțelegem în continuare și am vrea ca vatra românească să intre la noi în sediu și să vadă cum se cooperează între tine și să ia acest exemplu și să-l pună în practică. Și mai rugăm ca în zona statuii lui Avram Iancu, fostul ofițer de securitate, care incită în acea zonă românii contra maghiarilor, să se retragă împreună cu toți românii care sunt adunați acolo și să lese această manifestație pașnică care este aici să se desfășoare normal. Și românii ar trebui să ia exemplu de la această manifestație maghiară. Toți am fost născuți pentru a trăi pe acest pământ. Gândiți-vă că dacă noi pornim de la ideea de a ne răzbuna unii pe alții, nu facem altceva decât rău nouă, rău acestei țări și însăși acestei Europe. A városházából a román tüntetőket próbálták csitítani. Suntem informați că în partea noastră dreaptă au apărut grupuri de manifestanți români. Vă rugăm frumos, faceți apel la cea mai înaltă rațiune, la calm deplin. Orice încleștare în aceste momente poate să fie extrem de periculoasă. Se vorbește continuu cu Bucureștiul. Domnul Ion Iliescu a promis că într-un timp relativ scurt, împreună cu domnul Chirai, va lua cuvântul la radio și televiziune. Délután fél négyre visszaérkezett Székelyudvarhelyről Kincses Előd. Délután 4 óra körül visszaérkeztem Marosvásárhelyre Székelyudvarhelyről, akkor először Iliescu elnököt hívtam, és kértem, hogy jöjjön Marosvásárhelyre, hogy akadályozza meg az esetleges összecsapásokat, és arra ő azt válaszolta, hogy nem jövök, majd csak akkor, hogyha megnyugszanak a kedélyek.
innen felhívtam Kicák belügyminisztert, mondván azt, hogy olyan információink vannak, hogy újra elindultak a görgényvölgyiek. És arra azt válaszolta Kicák, hogy legyek nyugodt, ez nem fog megtörténni, mert a megfelelő intézkedéseket megtették. Kedves vásárhelyiek, drágy törgúresen, véleményem az, hogy itten csak a megbékélés a járható út. Csak abban az esetben van jövőnk, ha megbízunk egymásban, ha nem állandóan gyanakodva nézünk egymásra, ha nem hagyjuk magunkat félrevezetni a szélsőségesek által. Szeretném hangsúlyozni, mi nem előjogokat kérünk, tehát mi nem akarunk senkinek se a kárára egyenjogúságot. Mi csak azt kérjük, amit már a gyulafehérvári nyilatkozatban megfogalmaztak annak idején 1918-ban, ami benne van a párizsi békeszerződésben, és minden olyan nemzetközi egyezményben, amit aláírtak az utolsó 40 évben Európában és az ENSZ-ben. Ezt követően románul is szólt a tömeghez. Sírjam a firmát, que io sunt pentru unitate, pentru buna înțelegere în frumosul nostru municipiu. Dacă trupul sănătos al Târgu Mureșului va elimina cele câteva celule bolnave care au alterat conviețuirea noastră, care au organizat evenimentele de tristă amintire de ieri, atunci evident că vom putea restabili acea unitate minunată care ne-a caracterizat în zilele de decembrie, atunci când împreună am luptat și ne-am jertfit, fie în viața fiilor noștri, aici în piața Martirilor din Târgu Mureș. 4 óra körül a feszültség nőtt. A román és magyar vezetők kérték a katonaságot, tegye meg a szükséges lépéseket, hogy előzze meg az erőszak kialakulását. Am să vă rog ca să mergeți acasă, fiindcă... Am vorbit acum direct pe guvernamental cu domnul Vâță, care este membru al biroului executiv al Consiliului Profesor de Uniune Națională. M-a însărcinat să aduc la cunoștința tuturor că la orele 17 se întrunește biroul executiv al Consiliului Profesor de Uniune Națională la București ca să discute această situație și să o rezolve. V-aș ruga, văd că unii doresc ca domnul Ilescu să vină aici, așa am înțeles, da? Természetesen az általános sztrájk folytatódik egészen addig. A román tüntetők felül a provokációk sokasodtak. Csapágygolyós paritjákkal lőttek, üvegeket dobáltak a magyar tömegre. Olyan erők is vannak, akiknek nem tetszenek a békés tüntetések, és megpróbálják megzavarni. Kérem, ne hagyjuk magunkat provokálni. Facem apel, cel mai călduros apel posibil, la oamenii de bine, români, maghiari, germani, țigari, indiferent de naționalitate. Este un moment crucial, este un moment periculos. Domnilor, în partea dreaptă puteți să scandați tot ce doriți, dar vă rugăm, evitați o atingere. Asta clar,
bebizonyítani, hogy mi destabilizálni akarjuk az országot, mert el akarjuk szakítani Erdélyt, mi nem kérünk egyebet, mint egyenjogúságot. És egy magyar szekciót az orvosi, vagy pedig bolyai iskolát. Hát ennek semmi köze nincsen a területi igényekhez. Eu fac apel la calm, la toți cei prezenți aici. Nu. Și ieri am făcut și tot timpul. Nu răspundeți la provocări. Apelez la cei care sunt în fața hotelului Grand acolo la Român să părăsească locul de acolo. A magyarok továbbra is a katonaság védelmét kérték. De a katonaság sehol. A Nemzetvédelmi Minisztérium jegyzékében az áll, hogy mivel egy óra körül a magyarok tüntetése békés volt, a katonaság úgy döntött, hogy nem ajánlatos közbelépni, nehogy valakik azzal vádolják a katonaságot, hogy akadályozza a tüntetés lefolyását. Az RNDS újból írásban értesítette Jonsz Kriecsut, hogy a Vatra Romanyászkő erőszakos cselekedetre készül. Jelen voltam a beszélgetésen, én is beszéltem. Valóban most 5 órakor megkezdődik a parlament vezetőségének, tehát az ideiglenes Nemzeti Egységtanács bürójának a marosvásárhelyi és nemzetiségi helyzettel foglalkozó gyűlése. Hogy ez mennyit tart, az természetesen nem lehet tudni, bizonyára szerintem nagyon sokat, mert rendkívül nehéz és komplikált a helyzet. Most itten az a kérdés, hogy mit csináljunk, megvárjuk a bukaresti döntést? Hogyha ez az általános vélemény, akkor nagyon lényeges, hogy mindenki a helyén maradjon, ne oszoljon szét a tömeg, ne és nagyon-nagyon fegyelmezett legyen. Minden esetre arra is kell gondolni, hogy esetleg védekezni kell. Aztán Tinko Zsokáru tábornok ugyancsak a magyarok szüggetésére azt mondta, hogy nem áll elég erő rendelkezésére, majd újabb telefonhívásra azt mondta, hogy intézkedett. A téren és körülötte csupán annyi történt, hogy a mellékutcákban már gyülekeztek a felfegyverzett románok. Már órák óta nyilvánvaló volt az összecsapás veszélye, de a hatóságok semmit sem tettek. A román oldalról üvegekkel, kövekkel és botokkal dobáltak. Ez volt a hatékonysága a 2:30-kor kivezényelt rendőrkordonnak. Március 20-án, miközben a hodáki, libánfalvi, tordai buszok tele felfegyverzett parasztokkal elindultak Marosvásárhely felé, ahol a magyarok várták Ionilieszkő elnököt és Király Károlyt, a Bukarestben az országvezetése gyűlésezett. Délután 5-től Bukarestben a parlament épületében, az alassori tanácsteremben összeült az ideiglenes Nemzeti Egységtanács végrehajtó bürója. Egyetlen napirendi pont a marosvásárhelyi helyzet, ezzel összefüggésben pedig a kisebbségi kérdés. A 19. fordulat március 20-án megismétlődött. A rendőrség és katonaság szeme láttára délután 4:30 után buszokkal és teherkocsikkal a városba idegen, felfegyverzett román parasztok érkeztek a Görgény völgyéből, a Maros völgyéből, Radnót, Torda környékéről és más román falvakból, összesen több mint 10 helységből. A kocsikat a Vatra Romanyászkő kulturális szervezet rendelte meg.
A buszok és tehergépkocsik a Bolgár téren parkoltak le. Több száz botokkal, vasvillákkal, fejszékkel, késekkel felfegyverzett és leitatott ember szállt ki belőlük, majd elindultak a megyeháza előtti tér felé, ahol a magyar tüntetők voltak. Álljanak ide, aki erősnek bíztak abba, hogy igazabban itt maradjon. Hogy hogyan tudtak bejönni a városba, amikor az utakat már 3 órakor harckocsikkal zárta le a katonaság és a rendőrség? Mindazokat, akik a bevezető közutakon jöttek, fel tudtuk tartóztatni. Mindazokat azonban, akik megkerülték ezeket a pontokat, amelyek a hadsereg ellenőrzés alatt álltak, nem állítottuk meg. Ők kicsúsztak az ellenőrzésünk alól. Nem volt valamiféle szelektálás, hogy az egyiket beengedjük, a másikat nem. Konstantin Kozsokáru tábornok a marosvásárhelyi katonai helyőrség beszámolójában azt írja. 16 óra 39 perckor a román parasztokat szállító autóbuszok egyszerűen áttörték a katonai védőkordont, majd szépen bekocsikáztak Marosvásárhelyre. Úgy tűnik, Viktor Stănculescu nemzetvédelmi miniszter megfeledkezett erről a katonasági beszámolóról. A Helsinki Watch jelentése kiemeli ezt a pillanatot, amikor a román parasztokkal teli buszok az elzárt főutakon jöttek be a városba, és megjegyzi, hogy a lezárás a legjobb esetben elégtelen volt, a legrosszabb esetben pedig szabadon engedték be a buszokat. A román oldalról átdobált kövek, üvegek, paritjából kilőtt csapágygolyók meghozták első magyar áldozataikat. A behozott falusiak több százas csoportja délután 17:30 után hirtelen előbukkant a Grand Szálló előtt álló románok fedezékéből, majd rátámadtak a békésen tüntető fegyvertelen magyar tömegre. Kezeikben fejszék, dorongok, vasvillák. Nem a mellékutcák felől, hanem éppen abból az irányból, amit a Gheorghe Gambra ezredes által vezetett rendőrség kellett volna, hogy biztosítson. Az 50 rendőrből álló védelem a támadás előtt elosonhatott, mert sebesült rendőrök nem voltak. A támadást Dorin Sucsu, a román televízió helyi tudósítója, aki szemtanú volt és filmezett a Grand Hotelből, elmesélte egy későbbi televíziós beszélgetésben. Acesta este adevărul, trebuie spus. Un grup de 200 de români, într-o tendință sinucigașă, pentru că nu pot să o explic altfel, a rupt cordonul de polițiști și a năvălit în masa mare a maghiarilor, care, vă spun, erau 13, 14, 15 mii. A magyarok elmenekültek a tér felső része felé. A tér kiürült. A nőket, gyerekeket és az időseket bemenekítették az egyetlen biztonságosnak tűnő helyre, a városházába. Majd a menekülő magyarok kezdtek felfegyverkezni, amivel tudtak. A városházában talált szőnyegbe szorító vasrudakkal, de a legtöbben a főtéri parkban levő zöld padokat törték fel, és felfegyverkeztek ezekkel a lécekkel.
Így lettek a magyarok a román propaganda szerint előre felfegyverzett zöld botosok. Majd harckiáltásokkal bíztatva önmagukat ellentámadásba indultak. Ez váratlanul érte a románokat. Az ellentámadás eredményes lett. Visszaverték a román támadókat, akik menekülni kezdtek, és a magyarok megint elfoglalták a központi teret. Akkor sikerült egymásra húzítani itt a mi hazánk területén is a különböző nemzetiségeket. Ennek vége, ez a mostani egység az, ami soha még a történelemben nem sikerült, ezért is maradt haladatlan. Csercseszekről tömple ápolt in această szállat, deși pare o simplă dezbatere legată de separarea sau non-separarea celor, conține în sine un element de maximă gravitate istorică care poate să declanșeze și în acest oraș și de aici, în toată țara, un Nagorno-Karabakh european. Kérjük, hogy bízzanak az ideiglenes Nemzeti Egységtanács hava képességében, hogy megoldja megyénk összes társadalmi, politikai és kulturális kérdéseit. Ekkor történt meg először Marosvásárhelyen, hogy a magyarok válaszoltak a provokációkra. Azelőtt ilyen nem történt. Sem március 16-án, sem 17-én és 19-én sem, amikor a románok randalíroztak az utcákon és ártatlan magyarokat vertek meg. A magyarok kétségbe esette harcoltak a saját életükért, mert látták, hogy sem a megye vezetősége, sem a rendőrség, sem a katonaság nem védi meg őket. Ennek az elkeseredett küzdelemnek egyik jelenete a zöld pulóveres áldozat. Még sok ilyen jelenet volt mindkét részről, de nem volt ott mindenhol egy videókamera, ami ezeket rögzítette volna. Csak a sebesültek utaltak ezekre. Gyertek vissza! A középre! Vissza! Közben a balkonról osztogatták a tanácsokat, majd megpróbálták féken tartani a magyarokat, hogy állítsák le az ellentámadást, maradjanak a téren. Miért? A felvételek hangulata is arra utal, hogy a városházában levő vezetők attól tartottak, ha a magyar tömeg eltávozik a térről, akkor ők védtelenek maradnak, a román parasztok rátámadhatnak a városházára, és akkor nekik is vége, és a tanácsterembe bemenekült asszonyoknak, gyerekeknek, öregeknek is vége. A támadás után néhány perccel következett be az összetűzés talán legbrutálisabb momentuma. A főtéren nagy sebességgel keresztül rohant a Preda Marin román sofőr által vezetett teherautó, de nem a román tábor felől, hanem a magyarok háta mögül. A magyar tömeg már néhány perce éppen szétoszlott a támadás következtében, így félre tudtak ugrálni a kocsi elől. Egy magyart, Kis Zoltánt, a teherautó mégis halálra gázolt. Ha a teherkocsi néhány perccel korábban jön, akkor sok száz civil közé hajtott volna be, mintegy 80 km/órás sebességgel. A raktérben rengeteg kő volt és egy tucat román paraszt, akik a teherkocsiról kellett volna kövekkel dobálják azokat, akiket a teherkocsi nem ütött el, vagy akik megpróbáltak volna felmászni. A gépkocsi néhány percet késett. Majd valaki egy fadarabbal homlokon találta a sofőrt, aki elveszítette eszméletét, így a teherautó neki ment egy villanyoszlopnak. A raktérben levő románok mindegyike megsérült. Egyikük
Russzu Theodor Szászrégenből pedig utólag belehalt a sérülésekbe. A teherkocsi esetét a Munzatu jelentés is leírja. Eszerint a szászrégeni teherkocsi épp errefelé járt, és a tüntetők a mit sem sejtő sofőrt kövekkel dobálták meg, aki elvesztette eszméletét. Arról a jelentés egy szót sem szól, hogyan tudott megtenni a teherkocsi több mint 700 métert a főtéren régen irányából, hogy a villanyoszlopba belerohanhasson, ugyanis a főtérre teherkocsiknak tilos behajtani. Arról is hallgat, hogy Russzu Theodor a raktérben sérült meg halálosan az ütődéstől, nem pedig a magyarok bántalmazásától. Miután a magyarok visszaverték a támadást és ellentámadásba indultak, megjelent a katonaság is. Két páncélkocsi és egy teherkocsi. A fost târzie această intervenție, ea, după părerea mea, această întârziere face parte din același decodaj al evenimentelor, și anume că au existat grupuri care au avut interesul ca o confruntare să aibă loc. Ezek nem tudtak bejönni a főtérre a magyarok barikádjai miatt, de az ott álló magyarok sem akarták beengedni őket, mert már nem bíztak a katonaságban sem, hiszen a sorozatos hívások ellenére tétlenül nézték a románok randalírozását. Nem értették, miért csak akkor léptek közbe, amikor ők ellentámadásba lendültek. A Nemzetvédelmi Minisztérium jegyzékében az 1 és 5 óra közötti időszakra semmilyen feljegyzés nincs. Sem az, hogy bárki segítséget kért volna telefonon, pedig Szkriecsiu, Káli király István, Borbély László többször is betelefonáltak, sem az, hogy ők értékelték volna a főtéri tüntetést, mint ahogyan azt egy órakor felmérték. A jelentés szerint csak 5 órakor ébredtek rá, hogy a helyzet veszélyes, és Kozsokári tábornok 17:30-kor ki is küldte a 2 darab autót a helyszínre. Ezek érkeztek meg 6 órakor. A bukaresti kormánybizottság jelentésében pedig annyi áll, hogy 20-a délutánján valamikor Viktor Stănculescu hadügyminiszter megparancsolta Kozsokáru tábornoknak, lépjen közbe a hadsereg. Az közbelépett a két páncélkocsival és egy teherkocsival. A páncélkocsik átmentek a harctéren a román oldalig, majd a magyarok felé irányított csövekkel álltak be, és lassan közeledtek, fedezékükből pedig román csoportok támadtak. A magyarok joggal érezték úgy, hogy immár a katonaság is rájuk támad. Feltehetően felsőbb közbelépésre a páncélkocsik leparkoltak a harctéren. Ennek a katonai intézkedésnek abszolút semmilyen biztonsági szerepe nem volt a csatahely színén. A támadást követően a Vátra székházát védő magyar fiatalok is elmenekültek. Az első kérdés, ami felvetődik, miért jöttek be, vagy miért hozták be a felfegyverzett román falusiakat 20-án is? A román magyarázatok eltérnek egymástól. A Vátra Romnyászka nyilatkozata szerint, amit a kivizsgáló kormánybizottságnak adott le, a Grand Hotel előtt összegyűlt 300 román. A magyarok, akiket kincseselődés mások bújtogattak, botokkal, rudakkal, láncokkal, késekkel, csapágygólyós paritjákkal rátámadtak a románokra. Ezért jöttek volna be Szászrégen mellől, 50 kilométerről a román falusiak. Ehhez hasonlít Ioan Judea leírása, aki 20-án ugyan Bukarestben volt. Könyvében azt állítja, hogy a magyarok délután 4:30 körül elfoglalták a megyei és a városi tanácsot, és 5:00-kor megadták a jelt a Grand Hotel előtt összegyűlt románok megtámadására. De a támadást már nem írja le, csak azt, amit egy ludasi hölgy mesélt neki. Szkriecsiu tábornok, aki viszont jelen volt, a Sütő András elleni feljelentésében nem írja le a támadást. Az események kronológiájában egyszerűen átugorja ezt a momentumot. 14 óra után 18 óra következik. Adriano Vidiu Mociu szenátor változatában ismeretlen telefonálók hívására jöttek be a falusiak. Beszámolójából nem derül ki,
hogy románok hívták-e, vagy magyarok csalták be őket. Szerinte a görgényvölgyi falusiak ez alkalommal csak 2-3 ezeren voltak, azaz kevesebben, mint 19-én, és nem voltak felfegyverkezve, esetleg csak elvétve néhányan. A hodáki ortodox pap is ismeretlen telefonálókról beszél. Az a hír terjedt el, hogy Marosvásárhelyen mészárolják a románokat. Kitől kapták ezt a hírt? Valaki telefonált. Legalábbis azt mondják, hogy telefonon értesítették őket, a románok pedig megijedtek, hogy ölik a marosvásárhelyi iskolákban tanuló hodáki gyermekeiket. Mi megpróbáltuk lecsendesíteni őket, mondván, hogy mindez elképzelhetetlen, de addigra már kitört a pánik, buszokra, teherautókra szálltak, hogy vásárhelyre siessenek. Hogy honnan volt annyi busz a faluban, arra nem tért ki a tiszteletes úr, és arra sem, hogy kik voltak a titokzatos telefonálók. A verekedésben résztvevő parasztok másképpen mondták el a történteket. Duminica o anunțat domn părinte la biserică, o spus așa că o dat telefon de la Târgu Mureș să mergem să manifestăm marța, miercuri sau joia, când o să fie nevoie la Târgu Mureș. Că o să tragă clopotile la biserică și să sune sirena de la consiliu. Az RDS jelentésében egy érdekes pillanatot jegyez fel. A behozott parasztok egy része, miután leszálltak a buszokról és nekirontottak a tömegnek, a legelején eltévesztették a célpontot, és egy román csoportnak rontottak neki, sok sebesülést okozva. Meg lehet, hogy ebben a csoportban lehetett a Zsude által idézett ludasi hölgy, aki rémülten leírja a sor szétszakadását és az első támadás jellegét. Mint mondotta, ordítva, fejszékkel, botokkal, láncokkal rontottak rájuk, mint a vadállatok. A román fél, Dorin Szucsú televíziós tudósítót kivéve, egyetért abban, hogy csak is a magyarok támadhattak rájuk. A különböző források különböző 300 és 4000 közötti létszámról számolnak be. Azt pedig, hogy a magyarok támadtak, a következő módon bizonyítják. Egy legtöbb 4000-es létszámú románság hogyan is támadhatott volna 15000 magyarra? Igaz ugyan, hogy a magyarok sokkal többen voltak, de fegyvertelen városi lakosokról volt szó, akik teljesen felkészületlenül, békésen tüntettek. Fiatalok, idősek, gyerekek, asszonyok és férfiak. Ezekre támadtak rá a számbelileg kevesebb, de felfegyverzett románok csapatai. A városházáról állandóan hívták Bukarestet. Iliescu jöjjön sürgősen Marosvásárhelyre. Sunt legătură telefonică și au mers reprezentanții CPU-nilor care ne informau reciproc. Și în biroul CPU ne analizam zilnic situațiile de acolo. Döntő kérdés, hogyha Iliescu elnök a rengeteg helyzetjelentésre, telefonálásra és mind a magyar, mind a román fél sürgetésére leutazott volna Marosvásárhelyre, megtörtént-e volna a 20-ai összecsapás? Miért nem jött le Iliescu Marosvásárhelyre? Szóval legătura cu președintele la ora respectivă cu domnul Iliescu, dânsul nu a acceptat. Luni seara, în care dânsul a întrebat să vin acolo, zic, domnule Iliescu, nu veniți acum, nu este climatul ca să vină, când masele sunt așa. Adică am înțeles și am mai spus încă o chestiune, să luăm, dați un comunicat, zice, să dau un comunicat televiziune. Da, a fost inițiativa dânsului. Se știa și tot nu s-a intervenit la nivel cu tot, ca vicepreședinte am încercat. Și cu domnul Iliescu am vorbit de vreo, chiar în timpul evenimentelor, da? Personal, că eram în municipiu și eram singur, deci președintele era dispărut. Și totul simțeam pe umerii mei toată treaba asta. Că, domnule, uitați ce se întâmplă, bine, puțin eram sentimental și atunci, băi, uitați în orașul în care eu aici m-am născut, niciodată, și uitați acum oamenii se bat și nu se știe cine e coordonat, cine e în spatele lui, ce se poate face. O să zic niciodată că a spus că, domnul Iliescu, așa mi-a spus că este acțiune legionară. Așa a spus domnul Iliescu? Da. 20-án délután Ion Iliescu inkább éppen az aznap kezdődő választási kampánnyal törődött. Noi am fost invitați după ce am declinat găzduirea și organizarea venirii în Timișoara, am fost chemați la București întrucât era interesat Ion Iliescu să se întâlnească cu conducerea societății Timișoara.
Am fost exact în ziua în care se petreceau evenimentele de la Târgu Mureș. Discuțiile pe care am avut la dealul Mitropoliei, sediul de atunci al președinției provizorii, erau în jurul proclamației și în jurul dorinței președintului de a ne atrage în FSN. Senzația pe care am avut-o era o ruptură totală între ceea ce se petrecea la Târgu Mureș și interesele de atunci ale președintelui. Timpul discuțiilor pe care le aveam noi era întrerupt din când în când în discuții și se spuneau la ureche, ei se șușoteau anumite lucruri referitoare la situația de la Târgu Mureș. Și totuși nu erau atât de șoptite încât să nu le auzim. Ne știam că sunt anumite lucruri la Târgu Mureș și că ei se comunică aceste lucruri. Dar el era interesat, teme, de exemplu, declarația lui Dumnezeu Le Monde, că este un comunism, este valid și că el este o ideologie care a fost compromisă de familia Ceaușescu, lucruri pe care le-am spus tranșant. Astea le interesau mult mai mult decât ceea ce îi spuneau cei care veneau și îi relatau ce se întâmplă la Târgu Mureș. De aici senzația mea că lucrurile erau într-un fel aranjate într-un scenariu prestabilit, pe care președintele îl stăpânea, îl știa. Ugyanaz nap, 20-án reggel, egy másik személy is tárgyalt személyesen Iliescu elnökkel. Pe data de 20 eu n-am fost aici, în Târgu Mureș. Am fost la București. De ce? Ce făceați în București? Pentru că m-a chemat domnul președinte la București. Și care era scopul? Pentru ce vă-l chema? Scopul, cred eu acum, că a fost să le reușească bătuta din 20 martie. Care era pregătită. Cum adică? De aceea vă chema președintele Iliescu? De-aia m-a chemat, da, și chiar a și spus că a vrut să mă scoată din foc ca să nu mi se întâmple ceva, că mi se pregătiseră de gătă ăștia aici. Asta înseamnă că și dânsul știa că va avea loc ceva pe 20 martie. Bun înțeles că știa. Este 7-kor a végrehajtó bizottság gyűlésén létrehoztak egy 9 tagú bizottságot, amelynek feladata volt kivizsgálni a marosvásárhelyi március 16-ai, 19-ai és 20-ai eseményeket, majd 14 napon belül javaslatokat kellett tegyen a központi végrehajtó bizottságnak. 20-án délután, amikor már tudomására jutott az akkori ideiglenes államvezetésnek, mert ez volt az egységtanács, hogy mi történt, akkor egy külön bizottságot döntöttek el, hogy útnak indítanak Vásárhelyre. Ennek lettem én is a tagja, lévén, hogy azelőtt való napokban foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Ugyanezen a gyűlésen, még mielőtt a kivizsgáló bizottság elkezdte volna a munkáját, megfogalmaztak egy nyilatkozatot is. Eszerint a magyarok előjogai sértették a román nemzeti érzelmeket. A nyilatkozat szerint a történtekért az egyedüli felelős a magyar kormány, amely felbíztatta volna az erdélyi magyarokat, hogy harcoljanak Erdély és Magyarország egyesítéséért. Este a 7 órás híradóban nem a közleményt olvasták be, sőt, még csak meg sem említették a marosvásárhelyi helyzetet, hanem a jási vasárnapi tüntetésről sugároztak riportot, a tüntetők többek között ilyen feliratot tartottak a magasba. A betegek tanuljanak meg magyarul? Budapesten március 20-án a magyar kormány elítélte a romániai magyarok elleni brutális atrocitásokat. A román kormány haladéktalan közbelépését várta a további vérontás megakadályozására, és kérte az ENSZ sürgős közbenjárását. Ugyanaznap este a Hősök terén több tízezres tömeg tiltakozó nagygyűlésen ítélte el a marosvásárhelyi 19-ei véres eseményeket. Lezsák Sándor hangoztatta, az aggodalom gyűjtötte össze az embereket, hogy felemeljék szavukat a marosvásárhelyi magyarokat ért véres atrocitások ellen. Hölgyeim és uraim, most jöttem a repülőtérről, Sütő András Budapesten van. Ellentmondásos híreket kaptunk arról, hogy végül is mi történt az egyik szemével. Semmi olyan fertőzéses szövődmény nem látszik az operált szemén és annak környékén, amely miatt itt esetleg egy sürgős újabb műtétre lenne szükség. Több felszólaló beszélt a kialakult helyzetről, ennek megoldási lehetőségeiről. Kérünk
megé meg bennünket. Mária, Mária, gyászban is fényesség, árva magyar népnek egyetlen reménység. Marosvásárhelyen az utcai harcok tovább folytatódtak. Jó másfél órával a támadás után megjelentek a tankok is. A Nemzetvédelmi Minisztérium jegyzéke szerint 18 óra 16 perckor, tehát 40 perccel a támadás után a nemzetvédelmi miniszter telefonált Bukarestből Marosvásárhelyre Kozsokáru tábornoknak, hogy a harctéren leparkolt két harckocsi talán nem elég, küldjön ki még 10 tankot. Azonnal ki is küldte. Pontosan egy órára rá kiért a harc színhelyére 5 tank. Csak hogy itt nem az történt, amit a jelentés írt, a tankokkal való szétválasztás egyáltalán nem csökkentette az összecsapás mértékét. A tankok beálltak egysorba a románok elé, így védelmi falat nyújtottak a románoknak, akik ettől erőre kaptak, ármátájéku nagy felkiáltásokkal felmásztak a tankokra, bástyákként használva ezeket, onnan dobáltak. A katonák beszálltak a tankjaikba, és onnan nem bújtak elő. Így a tankok gyakorlatilag megerősítették a románok pozícióit. Hogy hogyan gondolta Stankulescu nemzetvédelmi miniszter úr, hogy tankokkal választja szét a verekedő embereket, ma sem világos. A városházában voltak a magyar menekültek, és ugyanoda vitték a sebesülteket, akiket első segélyben részesítettek. Utólag Ioan Scriecu feljelentette Sütő Andrást. A feljelentésben a városházába menekült magyarokról azt állította, hogy elfoglalták a városházát. Azt írta, hogy a Kincses által vezetett, botokkal felfegyverzett magyarok betörtek és elfoglalták a Nemzeti Egység Idéglenes Tanácsának székházát. Az egész személyzet elszaladt, csak ő maradt ott, és hogy több fejszékkel felfegyverzett férfi és három nő fogságban tartották, nem engedték elmenni, és követelték, hogy sürgősen hívja a hadsereget. Reggel óta az orrunknál fogva vezetnek. A reggel óta kérdben van kérdezőben, nem képes arra, hogy a katonaságot kérdezőben kihozza, és segítsenek itt, valamit megtegyünk kérdezőben. Ahhoz, hogy nem legyen ezt a piszkoságot, ezt a generál, egy generál, amit ezt megcsinál, ilyen nem lehet. Direkt ellenünk van, és a Vátrával és az egész románokkal velük tart. Ez nem katonaság, amit ezek csináltak, nem is akartak itt elvonni, vértelőket akartak. És ha ezt nem hiszik, akkor jöjjenek le az utcára, és nézzék meg, hogy mi történt. Ez lett volna a román sajtó által is hangoztatott 14 órás puccs, a megyei székház elfoglalása és Scriecu fogsága, ami másnap reggel 8-kor ért véget. A későbben kiküldött további 6 tank hatására sem szűnt meg a konfliktus a főtéren, amint azt a hadügyminiszter úr állítja. Sőt, a románok erőfölényük tudatában néha átmerészkedtek a tankok között a magyar oldalra. A nagy összecsapások csak ezután következtek. 8 után elterjedt a hír, hogy a környező magyar falvakból segítség indul a vásárhelyi magyarok erősítésére. Erre a hírre a katonaság ténylegesen lezárta a városba bevezető utakat. Így a magyar falusiak már nem tudtak bemenni a városba. Hol az erősítő?
A verekedés közepette még egy telefonpróbálkozás Bukaresttel. Kincses előtt felhívta Petre román miniszterelnököt, aki biztosította arról, hogy egy órán belül ott lesz egy zászlóalj. A késlekedést azzal magyarázta, hogy Tordáról jönnek, és a magyar falvak akadályozzák a haladásukat. Petre román úr nem tudta, hogy Torda és Marosvásárhely között nincsenek magyar többségű falvak. A románok új fegyvert dobtak be, a molotov koktélokat. Szemtanúk szerint a koktélok tüzelőanyagát is a tankosoktól kapták. Este 9 óra után a magyarok háta mögött népes, felfegyverzett társaság tűnt fel. A magyarok azt gondolták, itt a vég, bekerítették őket, és most indul a végső ostrom ellenük. De amikor felhangzott a ne féljetek magyarok, itt vannak a cigányok csatakiáltás, megváltozott minden. Az Adi negyedből és a Hidegbölgyből néhány száz marosvásárhelyi cigány érkezett, és a magyarok oldalára álltak. Ők viszont már nem üres kézzel jöttek. Akkor láttam, hogy baj van a magyarokkal, bejöttem az Adiba. És szóltam az egész cigányoknak, hogy nézzük meg, hogy ha gyűjjünk össze, segítsük őket, mert azok semmi szerszámok nem volt, hogy verekedjenek. Mi akkor úgy döntöttük a cigányok, hogy lehet, hogy el fog jönni az az idő, hogy először megkezdődik az egész cirkusz a magyaroknak, letiporják őket, és aztán következnek ezek a kisebb nemzetségű cigányok is. Minél, mikor elindultunk, kezdtük kiabálni, hogy ne féljetek magyarok, mert megjöttek a cigányok. Kimentünk a főtérre, ott egy nagy cirkusz volt, amit lehet, hogy mindenki már látott és tud, és akkor elszaladtak a végén a románok. Én azt hiszem, én így már, amit hallottam, és végignéztem, és láttam, hogy itt segítve vannak a román nemzet, segítve van a katonaságtól is, és a policiától is, ahogy mondják. A tankok motorzajában készülődött a nagy összecsapás. A románok talán megérezték, hogy megváltoztak az erőviszonyok, mert valaki átjött kiejtészni a magyarokkal. Cselszövés lenne. A magyarok már nem bíztak semmilyen ígéretben. A városházában megint telefonált a Petre románnak, aki azt mondta, hogy 35 perc alatt ott lesz a katonaság. Egy óra múlva újból telefonkapcsolatba léptek Petre románnal, aki újból ígérgetett. Fél órán belül megérkezik a katonaság. És a verekedés vastagja még hátra volt. Ekkor már 5 halott volt, de csak 100 sebesült. Élek a székelyek! Nem biztos! Nem biztos se! Állj meg, te kölyök! Várj meg, no! Csak az esti sötétség leple alatt itt-ott kerülőutakon az erdőn keresztül sikerült egyeseknek kikerülni a város körüli megerősített katonai kordont. Szovát a környékéről megérkezett 200 botokkal felfegyverzett magyar falusi, és a főtériek segítségére indultak. A közeli nyárát menti magyar falvakból is kezdtek beszivárogni a székelyek. A Petre román beígérte katonaság sehol. A székely erősítés után az állóháború kibillent a holtpontról. A megerősödött magyar csapat végleg áttörte a tankok fedezékében levő román védővonalat, és a tankok mögötti parkban szétverte a román tömeget. A románok elmenekültek, a nyomukban a magyarok meg a cigányok. A románok egy része bemenekült a Grand Hotelbe, a magyarok utánuk. Verekedés közben felnyúlták a szállodát is. A hodákiak és libánfalviak egy része a Bolgár téren leparkolt buszaikhoz menekült. A magyarok viszont utolérték őket, rájuk gyújtották a buszt, és megverték a buszból menekülőket. Sírtam ennek a csővenek, és sírtam a fejlődőket! Jó, szín! Kucsi! Kari szünt a icsa! Si familia mia! Jó, szín, román! Mi vasztak? Magyar! Szerint írgatok ennek!
27 Görgényvölgyi került a kórházba, Franda és Simeon Hodáti lakos utólag belehalt sérüléseibe. Azokat a románokat, akiknek nem sikerült elbújniuk vagy elmenekülniük, azt a magyarok foglyul ejtették és a városházába vitték. Ott a magyar asszonyok mindkét tábor sebesülteit ápolták. Párhuzamosan elkezdték kihallgatni a románokat, hogy miért jöttek a városba, kik hozták be őket. Miért adták azt a pénzt? Becseh odáták? A vodó ment a korolaszat. Да? Слозуска, да, ну, паши, ну, А тут че фа? Не багала кисор. Не багала, дака, ну, ме не багали кисор, ши кыц бана вода? Амен, да. Кауцы демонстрации, ты диминяция, да, да, то се ма тука браса. Меньшора! Моштепта! Меньшора! Че не браса, те че путя! Юла, на сапрата причар! Афу! Дака, ну, ну! Есто лартам нам. Такши! Сама! Mitra Ilie? Petra Ilie. De unde ai venit? Din Ivanești. Ivanești, cu ce ai venit? Cu ce, mă? Cu autobuzul. Cu autobuzul, șoferul? Cine v-a zis să veniți aici? De unde ați aflat că trebuie să veniți aici? Am mers acasă la fabrică și când am... Unde lucrezi? La Lezi, la Mobile 2. La? Mobile 2. Câți ani ai? 23. Vezi că vei semna tot ce ai zis. De cine v-a îndemnat să veniți aici? Cine a fost cel care v-a îndemnat? A fost mai mult. Totuși, cineva a fost. Nume, cineva nume, pe care îl cunoști. Ce organizație? Nu știi? Nu-l cunoști pe nimeni dintre ei și ai venit cu niște străini? Nu, cu străini, cu poținul din sat. Vezi cum ai fost tratat aici. Gândește-te că aseară maghiarii care au fost măcelăriți nu au fost așa tratați de români. Pentru ce ai venit aici, în Târgu Mureș, din Ivănești? Am auzit că cetățenii maghiari din sat au spart magazinele. Dar când ați venit ieri, ieri ai auzit ce a fost aici? Ai auzit ce au făcut prietenii tăi și confrații tăi de acolo din zonă? Ai auzit de mățelul care l-au făcut aici, pe oameni nevinovați, neînarmați? Rengeteg vallomás és adat gyűlt össze, amiből egyértelműen kiderült, hogy miért jöttek be a román falusiak, kik hozták be őket, és kik szervezték meg a behozatalukat. Nu ți dai seama că suntem de râsul lumii. De râsul lumii, nu a țării astea mai. Pentru ce ți-am făcut? Populația maghiară. Pașnic până după masă. Éjszaka egy utolsó telefonbeszélgetés Ion Iliescu államelnökkel. Până când nu am fost atacați de oameni români care sub nume vacea românească, ei au plătit oameni să vină și să ne atacă. Și din acest cauză avem atâta răniți, morți, cine știe din 42 de oameni cine mai trăiește dimineața. Și asta nu a fost oprit de miliția, nu a fost oprit de armata. Nici acum nu suntem asigurați. Uitați, numai promisiuni am primit. Încă niciun ajutor de nicăieri. Televiziunea, radio, a fost informat greșit. Așa a fost informat că maghiarii au început. Asta nu-i adevăr. Vă rugăm foarte frumos să dezmințiți și la radio și la televiziune că oamenii maghiari au fost pașnic. Au dat
au dat declarații oamenii care au fost prins de la oamenii de la Vatra. Au spus că au fost plătiți și pentru asta au venit. Avem dovezi, avem dovezi. Mai dau din nou la domnul. Dovezi scrise. Și filmate. Și filmate. În cursul nostru, dimineața, noi vom face niște cercetări pentru că aștept ofițerii de la poliție să vină de la Anicet. Care au pornit deja de vreo 3 ore. Să-i cerceteze pe cei care... Szkrie Csujon nem említette Joli Lieszkunak, hogy fogságban lett volna, ahogyan ezt a Sütő András elleni feljelentésében írta. A megyeháza előtti harctéren már este 11 után vége lett a csatának. A magyarok megvédték a főteret, ahol reggel óta tüntettek, onnan kikergették a románokat. A románok szétszélettek a városban. A görgényvölgyiek haza nem mehettek, mert a magyarok szétverték és felgyújtották a buszaikat. Felszívódhattak a városba, vagy, amitől az emberek féltek, a külvárosban garázdálkodhattak. Huszadikán este 8 óra után mentem az utcán, majdnem senki sem járt, és teljesen egyedül voltam, csak egy, és egy adott pillanatban egy 10-15 főből álló csoportot vettem észre, akik botokkal felszerelve álltak a járdának ugyanazon az oldalán, ahol én voltam. Akkor megpróbáltam őket kikerülni, átmentem az út másik oldalára, de mire már egy vonalba kerültünk, akkor kettő közülük oda került, botokkal felszerelve, és kérdezte, hogy yes, Roman, és én mondtam neki, hogy lassam un pace. Erre még egyszer rám kiáltott, hogy yes, Roman, undi buletinu. Én mondtam megint, hogy lassam un pace, erre megragadott, és akkor mondtam neki, hogy magyar vagyok. Abban a pillanatban elkezdtek ütlegelni, nem csak ő, már a többiek is, én közben nem álltam meg, hanem léptem tovább, de az egyik ütést a másik után kaptam, hol a hátamra, hol a vállamra, jobbról, a balról. Hirtelen megálltam, megfordultam, és látom, hogy nem csak 34 vagy 20 és 30-40 év körülötti férfiak vannak ott, hanem egy 10-14 éves leányka, meg egy ugyanilyen idős fiú is, a bottal hadonászik felé fejbe korintottak, úgyhogy azon akkor mindjárt le is estem az útra. Az utcán is, de saját házukban is féltek az emberek. Az ajtókról levették a névtáblájukat, mind a románok, mind a magyarok, hogy az ellentétes tábor kommandó csapatai letudhassák, milyen nemzetiségű lakik ott. Feszült csend uralkodott el a városon. Március 20-án a Marosvásárhelyre vezető utakon is történtek incidensek. A görgényvölgyi falvakból a Szászrigeni úton lehet bejutni Marosvásárhelyre. Ezen az úton a város közelségében három, többségében magyarok lakta falu található. Sáromberke, Nagyernye és Maros-Szentgyörgy. A falvak lakosai megismerkedtek már a görgényvölgyi román parasztokkal 19-én, amikor azok Marosvásárhelyre haladtukban őket is megtámadták. A buszok megálltak, a parasztok leszálltak, és elkezdtek randalírozni a faluban, ablakokat törtek be, ártatlan embereket bántalmaztak. Majd tovább mentek Vásárhelyre, a Vatra Romaniászka kulturális előadására. Így 20-án, amikor a magyar falvakban megtudták, hogy megint jönnek a hodákiak, a falusiak felkészültek.
Volt, ahol barikádokat emeltek, és elállták az utat. Sáromberkén az egyik teherkocsi elgázolta Gémes Istvánt. A férjem kiment az útra, és ottan ki voltak állva az útszélére, jöttek a hodákiak, kövekkel dobáloztak, kiabáltak. Ők álltak az útszélén, és egyszerűen beléjek hajtottak. Ott volt kifektetve a templom elejébe. Ezt a fiút, amelyiknek volt a lábam annak feje, azt a itt ütették el a katolikus templom a szembe. Felvettem a fejét, jöttettem a lábamra, és leültem oda. Azután jött a mentő, és elvitte, de hát én tudtam már, mikor láttam, hogy folyik a fülibe a vér, megnéztem, gyufába tudtam, hogy ennek káncs. Őt az autó ütötte el? Tehát az autó ütötte, ezek a vátrástrógerek. 2 óra múlva jött a mentő, bevittük, és reggel, mikor mentünk, meg volt hallva. Hát a feje volt elhasadva, és karalába eltörve. Ernyébe volt inkább nagyobb cirkusz, hogy aztán ott már önköket, mitjét csináltak, összehúzották. A következő falu Szászrégen irányából Vásárhely felé, Nagyernye. Az itteni eseményeket a Münzátú jelentés is megemlíti, és úgy írja le, hogy a magyar lakosok több tíz a falun áthaladó gépkocsit leállítottak, bántalmazták a román utasokat és sofőröket, majd szétrombolták a járműveiket. Délután 17:30 körül érkeztek meg a felfegyverzett parasztokat szállító autók. Több autóbusszal, nyitott autók a köve megrakva jöttek, felszerelkezve botokkal, capinákkal, fejszékkel, és egyszerűen megálltak, kiugortak, és a bámészkodók azt mindenkit bántalmaztak, ütöttek, vertek. Én magam az irodában voltam, és fejszével, köve bedobták az ablakot, és fejszével futottak be az irodába. Én ki kellett meneküljek, itt a bámészkodók, hogy szaladtak be gyerekek is a tömbházba. Utánuk dobáltak, és bedobták az ablakokat. Itt rakott a rendőrnek is a felesége, aki nyilatkozatot is adott, hogy nem mi voltunk a támadók. A falu azután tanúsított ellenállás, miután bántalmazták az embereket, leszálltak és verekedtek. Ez nagyon hosszú kocsisor volt. Az első kocsik megálltak, megverték az embereket, és elmentek. Persze, hogy mindenkinek a hozzátartozója, szomszédok kijöttek az utcára, zaj a verekedésre, és az utána érkező autóbuszok is megálltak, és ott a ellenállásba ütköztek, mert az emberek már az utcán voltak, mert egyszerű vérengzésbe tört ki, és utána egy pár autóbusz megsérült, itt elakadtak Nagyernyében. Az utasaik, a görgényvölgyi falusiak pedig elmenekültek a vasúti vágány felé, ott megállították a vonatot, majd felültek és hazamentek. Ezen a főúton a mi számításaink szerint vagy 35 autóbusz, vagy 10 terautó, és több kiskocsi ment el. Közel 25-30 komolyabb sérülés történt. Egyik teherautó belegázolt a tömegbe, aminek következtében 4 ember súlyosan megsérült. Balázs Kercsó Dezső és Nemes Zoltán a Marosvásárhelyi Kórház idegsebészetére kerültek. Nemes Zoltán fia is megsérült, de ő hazamehetett a kórházból, a negyedik elgázott ember pedig Csipor Antal volt. És már majdnem minden el volt csendesedve, és én hazamentem. Közben apukám lejött utánam, egy kabátot hozva a huna alatt, hogy én nem vagyok odahaza. Ahogy lejött, nem sokára utána, hát 10 percre felszaladtak, hogy elütött az autóbusz, egy teherautó. Nem láttam apukámat, mert másnap talált meg a kórházban, akkor meghalt helyszínen. A főtéri verekedés komolyabb sérültjeit a mentők a megyei sürgősségi klinikára szállították, ahol első segélyben részesültek, a súlyosabb eseteket pedig beutalták a klinikára. A sürgősségi klinikáról jöttem, ott próbáltam filmezni. Lefilmeztem, rengeteg a sebesült, 2 halottat. Ez mind sajnos csak törvénytelen. RFL megfogtak, a vátrátlanjai
tudott dolog, hogy Bradistianu doktor, Bradistianu, még egyszer mondom a nevet, elvette a kazettát. Összetörési célból a videót is, szóval a kamerát. Azt sikerült megúsztassuk. Körülbelül 90-re satszolók sebesültet mostanáig, tehát óra dátum rajta van a kazettán, és halott kettő, ami a hullaházban van. Magyar vagy román? Nem tudtunk azonosítani. Nincs nevük, nincsen azonossági iratuk egyiknek sem. A kormánybizottság felmérése szerint március 19 és 20-án 278 nyilvántartott sebesült volt, amiből 189 román, 88 magyar, egy angol. Ezek közül 36 súlyos sebesült volt, akik közül egy utólag meg is halt. A marosvásárhelyi eseményeknek több halottja is volt. Számuk különféle szerzők esetében 5 és 8 között változik, ugyanis egy pár eset nem írható a verekedések számlájára. Ezeket öngyilkosságnak vagy egyszerű autóbalesetnek tekintették. A hatóságok sohasem adtak egy végleges pontos felmérést a halottak számáról. A sürgősségi kórházba beutalt sebesültek nyilvántartása hülyen ábrázolja a történteket, és az is kiderül belőle, hogy ki kezdte a támadást. A mellékletekből kiderül, hogy a sebesülteket, ahogy vitték be a kórházba, az első sebesültek azok nagyrészt, döntő módon magyarok voltak, tehát egy román támadás, ami megindult, később pedig az önvédelem jegyében nyilván, hogy a magyarok védekeztek, úgyhogy az utolsó sebesültek, akiket vittek kórházba, az idő kronológia szerint azok között már több volt a román. Ekkor érkeztek meg a cigányok és a székelyek, és emiatt a később beszállított sebesültek többnyire románok voltak. Mindez nem csak az egészségügyi nyilvántartásokból derül ki, hanem a bukaresti televízió vezetőségének reakciójából is, amikor a helyszínen készült videófelvételekből a magyar szerkesztőség be akart játszani egy összeállítást. Ahogy megkaptam a kazettát, én azonnal megkerestem a híradónak az akkori vezetőjét, Petre Popescu-nak hívták, hogy végre itt van egy képes beszámoló, ha ti nem voltatok képesek ott filmezni semmit, akkor a mi kollégáink filmeztek, és adásba lehet tenni az esti híradóban. Petre Popescu azt mondta, hogy megnézi a kazettát. Olyan egy-két óra múlva keresett meg ismét, valószínűleg nem csak ő, hanem más is megnézte, és azt mondta, hogy hát ez most így nem megy adásba. Mondom, miért nem megy adásba, hiszen semmit nem közvetítettetek, semmit nem filmeztetek Marosvásárhelyen, vagy nem adtatok. Azt mondja, hát nem, most nem megy adásba. Mondom, miért? Magyarázd meg. Azt mondja, hát azért, mert meg kell várjuk, hogy legyenek román sebesültek is. A román fél ezt az egy tényt, hogy több román sebesült volt, mint magyar, hozta fel annak bizonyítására, hogy a magyarok szervezték meg a verekedést azzal az indoklással, hogy annak van kevesebb kára, aki előkészíti a támadást. Utólag sok vád érte a megyei klinika magyar orvosait. A román sajtóban, a magyar ellenes propaganda kampányban, hogy előnyben részesítették volna a magyar sebesülteket a román sebesültek kárára. Data de 20 eu am fost de gardă. Să vă spun despre tratamentul bolnavilor, fără niciun fel de discuție, există dovezi foarte concrete, nu numai ceea ce am scris, dar ceea ce s-a trăit în acele zile, că bolnavii au fost tratați exact conform unui protocol profesional, medical, corect, indiferent de naționalitatea pacientului sau de naționalitatea medicului curant, între pacient și medic n-au existat sau niciun fel de relații de animozitate. Toți pacienții au fost vizitați de o comisie medicală a Spitalului Medical Militar Central din București. Au făcut împreună cu noi vizita la
de la bolnav la bolnav și n-au avut niciun fel de observații legat de conduita terapeutică. Ugyanezt erősítették meg Nikolaj Zsunku ügyvéd, a Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsa megyei tanácsának tagja, és a március 22-i tárgyaláson Silvio Olariu román orvosprofesszor is, aki egyébként a Vatra Romanescu tiszteletbeli elnöke is volt. Ám ezek az urak nem cáfolták meg a sajtóban keringő álhíreket. A 20-ai verekedés egyik híressé vált sebesültje a zöld pulóveres áldozat. Az ír televízió jóvoltából az egész világot bejárta ez a felvétel. A magyarok először magyarnak hitték a zöld pulóvere miatt. Majd a románok kihirdették, hogy Johann Szekölján lenne, és a Der Spiegelben megjelent vele egy interjú, miszerint nem voltak súlyosabb sérülései. Végül a román média, Dorin Szucsú Román Televízió marosvásárhelyi tudósítója segítségével a zöld színű pulóverre alapján a sokkal súlyosabb sérülésekben szenvedő Mihály Kofáriúval azonosította, és nemzeti hőst csináltak belőle. Még Joni Liescu államelnök is meglátogatta a kórházban. Kofáru Mihály Klinhoda, jel a foszt operát, iniciálen în spitalul din Târgu Mureș. Și a fost operat de doctorul Kizdegat. În noaptea în care a fost adus ca accidentat, operat în urgență, cu viața în mare pericol, pe baza leziunilor și examenului clinic, doctorul Kizdegat a intervenit. Reggel korán, mivel nagyon sok volt a beteg, a sérült, a kolléganőmmel, dr. Boda Deák Katalinnal, aki az idegsebészet altató orvosa, és a reanimálóban is dolgozott, ő ügyelt éjszaka a betegre, akkor reggel ketten mi cipeltük Kofáriú Mihályt, tettük a hordányra, becipeltük a röntgen, mert arról szó se lehetett, hogy beteg hordozót vegyünk igénybe, hát hiszen annyi volt a beteg. Megoperáltuk Kofáriú Mihályt, magyarán mondhatom, megmentettük az életet. A verekedések közben 46 jármű ment tönkre, amiből 26 állami és 20 másféle jármű, személygépkocsi. Az államiak közül 15 teherautó és 11 busz. Szétverték a Grand Hotelt, a Furnica vendéglőt és a Vatra Romanescu székhelyét. A román támadás kirobbanásakor a magyar védők elhagyták a Vátra székhelyét, éjjel pedig feldúlták. Itt találtak a Vátra Romanescu-ra nézve kompromitáló dokumentumokat, amelyekből az derült ki, hogy a valóságban nem minden úgy volt, ahogyan ők állították. Ezek közül a dokumentumok közül én akkor átnéztem azt a nagy füzetet, ilyen csíkos fedelű, vastag karton fedelű nagy füzetet, amely a Vatra Romanescu üléseinek a jegyzőkönyvét tartalmazta. Ebből tudtam meg, hogy egy nappal a Barátság platformja után, december 27-én létrehozták a Vatra Romanescu-t a Papiu Liceum tanáriában. Ugyancsak ebből tudtam meg, hogy járogattak fel Ion Iliescuhoz is, hogy befolyásolják a tevékenységét. Valamennyi dokumentumot, tehát beleértve ezt a jegyzőkönyvet tartalmazó füzetet is, rábíztam Borbély Lászlóra, mivel tudtam, hogy én egy nagyon veszélyeztetett helyzetben vagyok, azzal, hogy őrizze meg ezeket a dokumentumokat. Sajnos átadta a román ügyészségnek, ahogy azt ő később a kultúrpalotába 400 ember előtt elismerte. Ezek jegyzőkönyvek voltak, listák azokkal, akik Vátra tagok voltak, tehát beléptek a Vátrába. Nagyon sok tiszt, különböző rendőrök, olyanok, akik ugye nem lehettek párttagok, de a Vátrába beléptek. Egyértelműen kiderült a jegyzőkönyvekből, hogy a Vátra úgymond stratégiája és az elképzelése az magyar ellenes és RMDSZ ellenes. Nagyon sok mindent nem lehetett ebből kihámozni, ezt úgy felhasználni, mint
per megjelenő dokumentum. Sajnos azoknak a dokumentumoknak a sorsa az úgy alakult a továbbiakban, hogy akkor ilyen volt a helyzet Vásárhelyen. Tudjuk, hogy ellenőriztek mindenkit, mikor kiment a városba, bejött. Azokat letétbe helyeztük valahol, és az illető, akinek odaadtuk, az sajnos nem jutatta vissza ezeket a dokumentumokat. Számtalan kérdés merül fel az eseményekkel kapcsolatosan. Ezek sorában talán a legelső, hogy miért pont Marosvásárhelyen robbantották ki a konfliktust. Legelőször megpróbálták a március 15-i szatmári ünnepségeket egy ilyen véres összecsapássá fokozni, és innen Marosvásárhelyről is utaztak fel ilyen speciálisan kiképzett emberek, akiknek az lett volna a szerepe, hogy ott robbantsák ki, hiszen a magyar határhoz közel mennyivel jobban nézett volna ki az egész. Viszont a szatmári magyarság nem szállt szembe az agresszorokkal, és így nem sikerült ott kiprovokálni az összetűzést. Azért került aztán a képbe Marosvásárhely. Ezt a konfliktus helyzetet ott lehetett megteremteni, ahol határ, ahol egy határvonal van. Marosvásárhely gyakorlatilag egy határváros volt a román tömb és a magyar tömb között. Marosvásárhely egy kultúrváros volt, Marosvásárhelyt kellett elveszíteni. Ugye megpróbálták Szatmáron, de hát az lényegtelen volt, hogy többségben vannak a románok, megpróbálták Nagyváradon is, ott is többségben vannak a románok, olyan helyen kellett ezt megoldani, ahol a magyarságnak hangja van. Ezért került a választás Marosvásárhelyre. A város románságának többsége az elmúlt 20-25 évben költözött a városba. A város vezető beosztásainak több mint 80%-át románok töltötték be. Volt tehát mit félteniük a magyarok egyenjogosításától. Ezzel magyarázható a Vátra-Romanyaszk térnyerése, és soraiban az orvosok, jogászok, újságírók, katonák hangsúlyos szerepe. Zsúdjá ezredes úr a könyvében egy érdekes szemszöget vet fel. Marosvásárhely volt a hajdani Maros-Magyar Autonóm Tartomány fővárosa, és emiatt akarták volna Marosvásárhelyt a magyarok kezére átjátszani. Mert ha ez nem sikerül, a másik két magyar megye, Hargita és Kovászna sem fog sok ideig magyar maradni. Egy másik kérdés, miért éppen március 20-án robbantották ki az összecsapást? Ennyi idő kellett a március 15-i szatmári zavargások Marosvásárhelyre való átszervezésére. A március 19-i RMDS székház ostroma miatti felháborodott magyarok másnap 20-án gyűltek össze nagy számban, és akkor leszámolhattak velük. Pontosan március 20-án kezdődött a választási kampány. Azon a héten járt le a Securitate alkalmazottainak a 3 hónap fizetett szabadsága, tehát akkor szűnt volna meg a Securitate. Azon a héten tervezték bemutatni Marosvásárhelyen a temesvári kiáltványt. Az RMDS stratégiája az volt, hogy 20-án mindenáron el kell kerülni a konfrontációt. Erre csak egy lehetőség volt. A magyarok ne gyülekezzenek a főtéren, menjenek haza. Jobb lett volna-e ez? Hír érkezett arról, hogy Kincses Előd útban van Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyre. Mivel tudtuk, hogy Előd hirtelen döntésű ember, és úgy gondoltuk, hogy nem ismeri azt a hangulatot, amelyben majd bele fog cseppenni. Ezért megfogalmaztunk egy szöveget, amiről úgy tartottuk, hogy helyén való, hogy azt ő olvassa fel, hiszen az ő szájából hitelesen hangzik. Ennek a szövegnek a lényege is az volt, hogy nem szabad
felületet adni az összetűzésre, tehát a magyarságnak gyakorlatilag nincs mit keresnie a főtéren, nincs mit keresnie az utcán, ezt a dolgot nem az utcán kell megoldani. Kincses előtt 3 óratájban érkezett vissza, a Kászonyi Tivadar vitte fel neki a levelet, a kezébe is adta, a továbbiakban ennek a levélnek más sorsa lett. Most itten az a kérdés, hogy mit csináljunk, megvárjuk a bukaresti döntést? Akkor nagyon lényeges, hogy mindenki a helyén maradjon, ne oszoljon szét a tömeg, és nagyon-nagyon fegyelmezett legyen, mert hogyha csak egyesek maradnak itt, akkor ki lehetünk téve mindenféle támadásoknak. Tehát akkor ez egy kollektív felelősség, itt mindenki akkor itten kell maradjon, és egymásra kell ügyeljünk. Ezt csak így lehet elképzelni. Egy másik érdekes kérdés, hogy miért elsősorban a görgényvölgyi falvakból hozták be a parasztokat Marosvásárhelyre? Ezzel fenyegették meg a kisebbségeket, hogy a romlatlan nemzeti érzésükben és igazságérzetükben igen erőteljesen manifestáló parasztságot, hegyi román parasztságot fogják ráúszítani a városokra. A példa tulajdonképpen 1848-tól kezdve létezik. Ávram Jánkó Mócai ugyanígy fenyegették meg Nagyenyedet és a többi városokat, amelyek a nyugati érchegység vagy Közép-Szigethegység környékén feküdtek, Dévát, Abrudbányát, Verespatakot. Ugyanez a fenyegetés alkalmazták Kolozsvár ellen is. Azon kívül Marosvásárhely esetében pedig mindig a hodáki és a görgény hegyvidéki román parasztsággal fenyegették meg a renitenskedőket és rendetlenkedőket. A görgény völgye a maga elzártsága, izoláltsága miatt egy szenzációs emberanyagot szállított katonasságnak, rendőrségnek, milíciának, ügyészségnek. Ha megnézi az ember, hogy az utolsó 30 évben honnan kerültek ki a legfontosabb helyekre a káderek, megdöbbentő a részarányuk a görgényvölgyieknek. Én úgy tudom, hogy 46-47-ben már egy kommunista párt ellenes akcióra az egyházak, a román egyházak elindítottak egy ilyen menetet, és úgy tudom, hogy a 20-as évek végén is volt egy ilyen vásárhely elleni, szintén a Görgény Szent Imrei, a Görgény Völgyi emberanyaggal végrehajtott valamilyen tüntetés. Az volt végre a proletariátusra, a bolsevizmus, a kommunizmus, akármilyen nevezzük, de végső soron minden magyar ellenes akciónak is az anyaországa. Ásfeld de grupur, era mult mai ușor de folosit pe post de comando, decât recrut, să zicem, din oraș, unde ezitările, precauțiile locuitorilor erau desigur mult mai mari. Și unde și gradul de toleranță este mai mare, chiar dacă nu dintr-o pornire neapărat liberală, cel puțin din autoapărare și dintr-un pragmatism pe care în general orășenii îl au în mai mare măsură decât sătenii. A marosvásárhelyiek, sem a magyarok, sem a románok mindvégig nem értették a karhatalom viselkedését. Délben a katonaság vagy a rendőrség könnyen felállíthatta volna a védelmi sávot, elejét vehette volna ezzel az összetűzésnek. Erre nem került sor, sem délben, sem délután, sem este. Hanem a karhatalmi erők kivonulásaiban volt egy logika. A rendőrség vagy a katonaság mindig egy lépéssel később mozdult, mint ahogy azt a helyzet igényelte volna. Inkább csak díszfelvonulás volt az egész, illetve a román védelmi vonal erősítése. Miért? Két lehetséges válasz létezik. Vagy szakmailag alkalmatlan vezetők voltak Marosvásárhelyen, vagy tudatosan kerülték a beavatkozást,
vagyis a helyi katonai vezetők is cinkosok voltak. Viktor Stankulescu nemzetvédelmi miniszter a magyarokat akarta megóvni a katonaság erőszakossága gyanújától. A vásárhelyi események kezdeti szakaszában, amikor azt követelték, hogy a hadsereg lépjen közbe, akkor legalábbis ott a téren engem így tájékoztattak, mintegy 12-15 ezer magyarul beszélő ember és mintegy 1000 román tartózkodott. Én személy szerint úgy okoskodtam, ugyan miért vezényelném ki a hadsereget, hiszen akkor olyan benyomást keltek, mintha a hadsereg meg akarná zavarni a magyar nemzetiségű lakosság békés gyűlését. Én személy szerint nem hittem, hogy ott összecsapásra kerül sor, tehát így okoskodtam. Ha kivonul a hadsereg most, amikor ott 15 ezer magyar nemzetiségű román állampolgár van, és mindössze 1000 román, azt fogják mondani, úgy, tehát a hadsereg meg akarja akadályozni a magyar lakosság békés tüntetését. Pedig éppen a magyar tömeg kérte a katonaságot. Kérdések, melyek azóta minden emberben ott vannak. Hogyan lehetséges, hogy idegen emberek más falvakból elmenjenek egy idegen városba, és ott állati brutalitással nekiálljanak ütlegelni olyan embereket, akiket sohasem láttak, köztük őszhajú idős férfiakat, asszonyokat? Hogyan lehetséges, hogy hozzájuk marosvásárhelyi emberek társultak, akik a városban élnek, saját polgártársaikat ütlegelték, gyalázták, akikkel bármikor még szembe kerülhetnek?